a szocialisták minden próbálkozás ellenére a sajnálatos módon teszem hozzá egyébként, az emberek mindennapi közérzete az elég fényes bizonyíték annak, hogy nincs ma Magyarországon egyetlen egy olyan terület sem, ahol egy kicsit is normálisan, konszolidáltan működnének a dolgok, az intézmények, folynának az ügyek. Gyakorlatilag egy háborús pusztítás nyomait viseli magán az ország békeidőben és demokráciában, és ezt semmiféle adatokkal manipuláló, trükkök százait alkalmazó kommunikációs próbálkozás az MSZP részéről nem fedi el. Amikor tehát a nemzeti ügyeket kiemeltük, megfogalmaztuk, hogy melyek lennének azok a problémák, amelyekre szeretnénk mozgósítani az egész ország energiáját, áldozatvállalását, együttműködését, akkor nem valamiféle fontossági sorrendet állítottunk föl, tehát ami ebben nincsen benne, az sajnálatos módon éppen olyan aktuális és fontos dolog, mint amiket kiemeltünk, hanem maguk az emberek a véleménynyilvánítás folyamán ezeket az ügyeket, ezeket a témaköröket emelték az élre, ezeket tartották a legfontosabbnak, más megfogalmazásban a múltra meg a jelenre vonatkozóan ezeket a problémákat tartják a legnyomasztóbbnak. Tehát így került a közbiztonság, a közrend védelmének a kérdése is ezen nemzeti ügyek közé. Ez egyúttal megint ugyanaz vonatkozik konkrétan erre is, mint általában véve, amit az ország állapotáról az előbb elmondtam, lehet a közbiztonság statisztikáival különböző mutatványokat elvégezni, lehet kimutatni a közbiztonság javulását, a bűncselekmények számának, hozzáteszem, hogy az ismerté vált bűncselekmények számának a csökkenésében, meg sok minden másban, ha mint ahogy egyébként ezt még a rendőrfőkapitány úr is elismeri, ha az emberek ennek az ellenkezőjét érzik, a biztonság növekedése helyett a bizonytalanság növekedését érzik a saját életükben, ennek az elhatalmasodásától félnek. Én azt gondolom, hogy a kiemelt ügyek között is talán a legfontosabb, vagy számomra a legfontosabb, a legfontosabbak egyike kell legyen, hiszen minden más csak az emberek minimális személy és vagyonbiztonságának a megteremtése után, garantálása után következhet. Ma pedig a rendőrség szervezete, állománya, anyagi kondíciói alkalmatlanok arra. Egy hosszantartó dilettáns és rosszhiszemű kormányzás eredményeképpen, hogy az emberek minimális személy és vagyonbiztonságát garantálni tudja ez a rendőrség, illetve hogy olyan tekintélye legyen, ami tekintély bizalmat sugároz az átlagpolgár felé, tehát úgy érezhesse a rendőr, hogy a széles közvélemény támogatja a rendőri testület munkáját, illetve azok, akiknek pedig félni kellene a rendőrségtől, éppen azok tartanak és félnek a rendőrség jogszerű és szakszerű föllépésétől. Tehát amikor a teendőket megfogalmazzuk a jövőre nézve, akkor a magam részéről ugyanúgy, mint általában véve az ország egyéb területein az elszámoltatást, a morális megújulást, a rendőrség tekintélyének a visszaszerzését tartom, tehát ez után következhet minden egyéb az én meglátásom szerint. Tehát ahhoz, hogy a magyar emberek többsége újra a sajátjaként tekintessen a rendőrökre, ahhoz helyben is, de általában országosan is vissza kell szerezni a rendőrség megtépázott tekintélyét, elvesztett becsületét, és ennek egy kikerülhetetlen feladata az, hogy elszámoltassuk azokat, akik a 2006-os október 23-ai budapesti brutális rendőrattaknak a felelősei. Az utcán azonosságukat elfedő utcán harcoló idézőjelbe téve, az békés emberekkel szemben erőszakot alkalmazó azonosságokat elfedő rendőröktől kezdve, pontosabban velük bezárólag, egészen a politikai felelősökön kezdve, akik ezt az egészet kitalálták, parancsbatták és végrehajtották a rendőrtiszti állomány egy meghatározó részével, akik ilyen módon szégyent hoztak a saját egyenruhájukra.